Sziasztok, vissza kellett mennem upgrade-elni. Fölúztam az Uchest 21-esre, most már 8-as kő kell majd hozzá, illetve még a Misery Cordin is húztam egyet. Megvan, mint kéne még majd a Reduvia 9-es, majd hogyha már lesznek izéim. Majd 8-as meg 9-es Somber Stone-jaim, majd akkor lesz most már jó világ itt. Viszont ennek az egésznek az volt a hátrány, hogy itt az ellenfelek, amiket a rész végén leírtottam, újra spawnoltak. De hát ez van. Na és konkrétan az Uchi az 21-esen hozta be kőkemény egy AR-ral a... ...izét, a Dragon Scale Blade-et. Azt néztük, hogy valami holdkóros faszit fújkálja a tizet, egy olyan vízköpő. Kevény. Persze, hogy átugorja. Csak természetes, ez itt hogy nem vett észre amúgy? Jó, sokáig égeti azért. Nagyon jó ez a kis tőr. Az Isten bassza meg, mennyien vagytok itt? És még kettő! És ebbe a sztomba az a jó egyébként, hogy ez univerzálisan nagyon-nagyon sok. Hát univerzálisan nem csak, hogy nagyon-nagyon sok, hanem minden fegyverre használható. Nem jöttem rá ennek a résznek itt a nyitjára, de majd látom. Akár megint álkapon fogunk ugrándozni, szóval lehet majd a cica gyűrűt az be is rakom inkább, így a biztonság kedvéért. Hogy itt van egy mauzóleum. És itt, hogyha... Aha, hogy itt lehet jönni még lejjebb. Ujjaj, hát én amíg itt fenn nem takarítottam, úgy legalább egy kicsit, addig én nem akarok még lemenni. Akkor már így az lesz, hogy így, oké, vagyunk mindenhol, de úgy igazán sehol se. Én megmerem kockáztatni, hogy ennek a mauzóleumnak is majd csak rá kell ugrania
tetejére, mert én úgy innen nézve a lábán nem látok olyan fehér koponyákat, amiket le kell ütögetni. Amire a Liurniába is ráugrottam, az ajtó körül kellett még a koponyákat lecsapdosni róla. Á, itt egy rész. The Nameless Eternal City. Á, hogy ez is egy örökkévaló város, csak ez már szét lett bombázva egy kicsit. Akkor jó. Eternal City. Tényleg te ilyet is tudsz, hogy... Na, már azt hittem, sose kapom el. Húha, meg itt az a fasz folyamatosan így... lövöldöz. Na, azt valahogy el kéne kapni, csak... már látom előre, hogy mi a gond. Az, hogy itt egy... akkor egyirányú úton kellett felszaladni hozzá. És még... ó, több ilyen is lesz. Aha. Hogy ez itt egy fucking akadálypálya. Egyes... komolyan, tényleg? Srácok, ne egyetek már annyira trollok. Ja, hogy ez... ez a támadás az átmegy a pajzson is, legalábbis az ilyen ellenfeleknél. Holt. Mindjárt megindulok majd így fel... jaj! Basiliszkó! El Basiliszkó! Használjátok ezt a stompot, Isten király! Ez különjön, hogy egyébként már így a tízesével írtam ezeket a békákat, és sose akarnak elfogyni. Hát ez nagyon jó, hogy ez itt tépi a HP-t. Én eskü New Game Plus-on arra fogok építeni, hogy special-öket fogok spamelni.
Már hogyha majd meg tudjuk szerezni Alexandernek azt a talizmányát. Ott a questnek a vége az, hogy crumbling farum az ulába, csak hát... Geci, ezek sose akarnak elfogyni. Ha tényleg 30-at leszettem belőlük. Somberstone. Nagyon fasza. Arteria leaf. Aha, és ebbe meg nem sebződök. Mondom, nekem valami itt ez a lovas cuccal nem tiszta. Na meg hát... Ott van az a helyzet is, hogy... Baszki, most föl lehetne ugrani a mauzóleumra. Ezt majd megcsinálom. Kéne valami magaslati pozíció, hogy egyetem belássam, hogy... Ez egész rész, ez így... Miről szól és hogy? Még van itt is valami nagy ilyen vizes rész. Van egy ötletem. Fel akartam ugrani arra a szírtre, de... Nem, ez itt konkrétan arra van, hogy ide tudjunk felugrani. És ezt is megúsztuk sérülés nélkül. Én komolyan nem értem ezt néha. Próbáljuk meg akkor inkább most azt, hogy... Írtunk be a bazilisket, és nem tudom, hogy mi sebzett meg, és hogyan. Amit jó, egy bazilisk sebzett meg, de mi azzal, hogy rám ugrott? Hajaj. Hörög valami szerencsétlen. Egyáltalán tényleg van itt valaki, akit még nem öltünk meg? Már úgy tényleg már nem is számolom a skalpokat, már nagyon-nagyon. Hát akkor próbáljunk meg itt föl hardcore parkúrozni a fákon. Ez biztos nagyon élvezetes lesz és jelenformáló. Előre várom, hogy valamelyik köcsög lefújjon. Mondjuk te itt cipőben. Mi lenne, hogyha én megelőző jelleggel ezt lenyilaznám a gyászba? Ja, hogy pont előtte csapódik a földbe. Király, kiváló.
Prince of Death Staff. Infétes Sorcery Staff. Érdekes hibrid. Azért mondjuk általában 10-ből egy katalisztnál ez elő szokott fordulni, hogy van egy ilyen kis kollaboráció késtat között. Miért ne? Dark 2-ben is volt olyan, amivel mindent lehetett kasztolni. Mondjuk ez a kasztolásra nem tér ki, inkább csak az, hogy több statból tudjuk meríteni a scalinget. Na most én attól félek, hogy bazd meg, és még a fára is ide raktak ilyeneket. Kurva anya, gyere le! Majdnem lecsúsztam utána. Nem érdekel, hogy ez mennyire punci move, én ezeket lenyilazom a jó büdös picsába. Engem itt nem fognak lelögdösni a fáról. A szarháziak. Az igen. Na most nem tudom, hogy csak szerencsém volt, vagy ebből a távból tényleg biztonságban vagyunk-e. Aha, ebből a távból tényleg biztonságban vagyunk, így konkrétan. És hogy tök érdekes, hogy amint meghal, a fújás is abba marad. Tök mindegy, hogy ez már egy folyamatban lévő animáció. Csak mert némelyik ellenfélnél ez nagyon nem így szokott működni. Falling Star Beastnél az volt a kedvencem, hogy összerogyott. Ja, igen, mondjuk az nem meghalt, az csak összerogyott. Már igazság szerint nem is mondtam, hogy mi a gond azzal. Őt is az volt például, hogy összerogyott, és az animációnak még azért be kellett mennie. Hova? Csöcsbe jövünk már. Ne! Oké, itt szerintem megint biztonságban vagyunk. Hát ezeket... Aha, most úgy látszik, hogy a fejét kapjuk el. Ezt nem tudom, hogy csak szerencsém van, vagy ilyen profin be tudom-e mérni ezt a távot. Oho! Lehet menni oda föl? Nagyon jó, nagyon jó. Ez necces volt. Across the roots. Őszintén, én hogyha itt végignézek, azt látom, szokásos templétet, hogy nagy nyílt tér, sehogy egy ellenfél, e bizony boss lesz. Szóval... Én inkább belőbb lemegyek arra a mauzóleumos részre, de fasz, hogy megnyitottuk a grácsét, meg minden. Legalább már ezt a kalandot nem kell lejátszani megint. Na most képzeljétek ezt el úgy, hogy nincs ló. Az ki áll a mauzóleum. Arra még rá kéne ugrani, de igazság szerint azt akár vidin kívül is megcsinálhatom. Most úgy nem olyan kötelező jellegű cucc, már igazság szerint lehetett látni most. Azt bárkitől mástól le lehet nézni, hogy hogyan kell a tetejére ugrani.
azt hittem még bemegy az a... Ujjaj! Közt nem. Vagyis ha majd de, csak nem most. De majd. Azaz most. Fogadjunk, hogy egyszer jön az összes. És kecske baszó úgyis le fogja védeni. Mi volt ennek az animációja? Egy ilyen dupla vágás. Itt nem nyomom négyszer a heavy, csak kétszer. Nem rossz. Ohó! Milyen kis könnyed. Laza csukló mozdulatokon van a hangsúly. Hallottam valami olyasmit a mauzóleumokról, hogy éjszaka elvileg nem mozognak, csak így nappal. Szemét mázlista. Ezt a fegyvert, ezt tényleg nem lehet leforogni, de ettől függetlenül mégis megpróbálom. Már hogy lehet, hogy csak nekem nem megy, vagy úgy unblock nem lehet. Bár szerintem inkább az előbbi. Hozott egy egész gang. Ó, támadt egy kiváló ötletem. Mauzóleumunk elkezdett dolgozni is. Ég áldja a Hyper Armort. Valami faszkalap nyilasz fentről. Menjél már! Komolyan! Great Bush. Nyomtam a dodge-ot. Hadd szopjál faszt, komolyan szopjál faszt a köcsög. Ezt értem. Ezt. Hát aztán ide kellett még jönni.
hogy ezek milyen pofátlanok. Anyád, picsáját már. Geci, és még kettő. Hát mi van itt? Hát azt hittem, sose fogynak el. Mausoleum Knight. Jó ez a fegyver. Ó! Oh, és ott van egy Crucible Knight is. Kipróbálom az ellen is, bár én nem hinném, hogy oda olyan jó lenne. Inkább csak a HP csökkentés miatt akarom. Aha, csak... Ú, ez nem volt jó döntés. Ha. Great enemy felt, 25 000. Ah, Silurius 3. Na ez mit tud ez a Fink Turbinai Spear? Strength Fate. Silurius Vow. Hát igen, ez gusztustalan volt ez a tornádós cucc. Gusztustalanul ehős. Crucible 3 set. Crucible X set. Azt tudom, hogy ez az X, ez az Ordovisnak a védjegye meg minden. Hát igazság szerint egyébként súlyra ugyanaz, annyi, hogy egy kicsikét a rezisztenszek mások, ahogy így most így végiglapozgattam. Az a bunkót lövöldözik. Ó. Ah, megbánod, hogy bejöttél ma is dolgozni, öcsém. Ne! Hát, hogy ez mekkora tirpák volt. Istenem. Fú, bazd meg. Na mindegy, legalább komikus volt, biztos jót nevettek rajta. A faszomat. Jó, leszarom, én több ellenfelet nem vagyok hajlandó leírtani. Összeszedem a cuccaimat. Megnézem ott azt a lenti cuccot a túloldalon, és nekem ez itt ennyi volt ez a lenti rész. Én húzok innen. Még egy 6-os szomborszón. Hát jó, ezért úgy megérte. Remélem nem a fal tetejére rakta a cuccaimat. Bár amúgy... El tudom képzelni, hogy de. Ennyi volt. Hát, még azt mondom, hogy indokolt volt. És innen most hogy megyek le normálisan? Sérülés nélkül, jó. Na jó, majd ezt a mauzóleumot itt lenyomom.
Azon kívül egyébként itt szerintem felfedeztem mindent, amit csak lehetett. Kivéve itt fent. Ez az egyetlen, ami nekem úgy tűnt, hogy kimaradt. Kéne 9-es. 9-es Somberstone, meg 10-es. Aha. Nagy nyílt tér, sehol egy ellenfél. Ez biztosan boss lesz. És megint egy búzi nagy terület, ahol nem lehet lovat használni. Fierce Champion. Fierce Champion. Sorcerer Rogi. Lehet inkább átváltok valami olyanra, amivel könnyebben tudok staggerölni, meg jobb a reach-em. Hogy mi? Nesze. Fierce Champion, de... Great enemies felled. Fiának mi a fasz baja van velem? Prince of Death's Throne. Ah, there you are. I knew you would come. What is it you intend to deny us and our ways like the dogmatic brutes of the Golden Order? Tudom. Én nem ítélem el. You are an odd one. I am the guardian of those who live in death. They call me a foul and rotten witch. Yet you still wish to be held by me? Baldahin's blessing. Tolkien's secret. Have you ever seen a Hallowbrand? When the first of the demigods died, his flesh was marked with the half-wheel wound of the centipede. Godwin's Hallowbrand has since been recovered at the Round Table Hall, but there is another Hallowbrand out there somewhere, and I must find it before the time comes we receive our Lord. When Godwin died, but another exists. And I must before that my hand. Will you still let me hold you? Give curse mark of death. Ez az, amit a Liurniai toronyban találtunk meg, mert ott azt írta a játék,
hogy ott egyszerre két demigod pusztult el, ugye Raninak a teste, illetve ezért a Godwiné, a Prince of Death-é. Hát jó, adjuk oda neki. This is the other Hallowbrand. How did you... Oh, my utmost thanks. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second illustrious life. You are my, our true champion. And though I can't be of any use to you, can I hold you tight? If only for a moment. Stop. Radiant Baldahin's blessing. Ezeket majd mindjárt elnyomjuk. I will soon lay with Godwin, and it will surely stir within me the new life of the Golden Prince, and first dead of the demigods, as the rune of those who live in death. Please, brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. To stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. I will soon to conceive my child. Brandish my rune. Stay the by become. Okay. Elvileg neki az a terve, hogy ezzel a Godwinnal lefeküdjön és egy rúnát nemzen. Leyndell, Royal Capital. De... Én itt már voltam. Halo, én itt már voltam, mi a fasz? Gondolom arra szolgál, hogyha esetleg még Leyndellnél nem csináltál volna semmit, akkor esetleg oda most így van egy könnyű bejárásod. This is goodbye, my dear, but I am satisfied. I choose to lie with Godwin of my own will. Not the remains of one chosen for me. And I will bear a child who will inherit your warmth too. What greater blessing could there be but to be born a deathbed companion? This is good, but I am side choosing. Yes, so this is goodbye. What greater blessing? Baldahin's blessing, ez nem kell. Nem kell nekünk. Majd ezt a... Ezt is el fogom nyomni. Majd valami boss fight közben. Valamikor. Sőt, be is készítem, legyen itt nálam. Nehogy elfelejtsem. Én itt van rajtam egy faszom debuff. Milyen this is goodbye? Mi a fasz? Akkor most, ha újra töltöm, akkor mi fog történni? Már nem lesz itt. De itt lesz, csak... Ja, hogy önmagába... Ez itt a Godwin. Hát már elég ocsmányul néz ki. De itt mindenhonnan ezek a körszös faágak jönnek ki, meg minden dögvész, minden rák. Enter the deathbed dream. Enter.
És nem használtok lovat. Nagyon jó. Jó, ez... Ó. Aha, ezt másodjára... szívom be, itt valami lightninggal teli kap minket. Hát ezzel más most nem tudok csinálni így, hogy nincsen lovam. Hát szó... Hát... Ja, hogy itt konkrétan a lábam alatt... Nem igazán értem, hogy... Ott a spawnol néha lightning, ahol én vagyok. Bazd meg, ez köd. Ne már! Hogy mi? Au. Á, bazd meg, itt nem kellett volna. Ne már! Isten faszát, hogy ez alatt a kurva sárkány tűz alatt soha... Nem tudok átdodzsolni, és most persze kétszer is ellök, meg minden. Hallod, mi ez a sárkány? Mi a fasz? Ezt így fogok megdögleni. Hát, olyasmi volt, mint amit a mezőn szedtünk le, az a... Annak is van milyen F betűs neve volt, de az sima Ancient Dragon volt. De az nem csinált ilyen durva dolgokat, hogy ilyen két narancsárga villámot a földbe baszunk, meg halált okozó villámokat, meg minden egyéb ilyen szart. Hát oké. Á, értem. Ugye nála volt a Godwin runája, ez a Curse Mark of Death, de az egy ilyen fél százlábú, és ugye a másik fele nálunk volt, odaadtuk neki, és ebből nemzett lényegében egy runát. Mending Rune of the Death Prince. Can be used to mend the shattered Elden Ring. Used to restore the fractured Elden Ring when brandished by the Elden Lord. Formed of the two Hallowbrand health fields combined, it will embed the principle of life within death into order. The Golden Order was created by confining dust in death. Thus, this new order will be one of death restored. Én nem akarok vészmadárkodni, de...
tekintve, hogy azt írja, hogy ezzel javítsuk meg az Elden Ringet, ez nem valami spéci ending lesz, amit így most sikerült beaktiválnom? Ha csak nem olyan lesz, mint a Sekiroba, hogy majd én választom ki, hogy mit csinálok. Jó, ezeket a sárkányokat nagyon el tudják találni. As D. Behold, your mother is dead. Úgy néz ki, mint egy centúrió. De te nem meghaltál? Vagy ez az Iker testvére? You witch, and you, you ghoul. This is the wrath of D. Hello, the rotten witch is dead. The Golden Order unsullied. Now I can look my brother Darien in the eye. Honeyed rays of gold. Deliver. Ja, várjál már! Amit én kiszedtem tőle rúnát, ja, hogy akkor még nem halt meg, akkor még csak aludt? Na, ő meg kinyírta. Az igen. De nem az volt, hogy ő meghalt? Vagy ez most a tesója? Vagy most mi? Mondtam, hogy ebben a játékban a halál az egy tök átmeneti csíra dolog. Én most már elnézek ide, rohadjak meg. Megnézem, hogy ez a kuporgó szerencsétlen az még ott van-e, akinek odaadtuk az armort. Ha igen, akkor úgy halt meg a D, hogy nem halt meg. Bár azt olvastuk róla, hogy ők a tesójával olyan szinten ilyen egypetéjűkrek, hogy a lelkükön... Igen, hogy még a lelkük is közös. Hát két külön tudat, két külön test, de egy lélek. Hát erre nem számítottam. Hogy itt ilyen jellegű dolgok fognak lejátszódni. Most meg konkrétan az egyetlen... ilyen... nincs itt. Mondjuk ez itt valami olyasmit mondod, hogy Derry, akkor... Akkor a tesója öltözött be a páncélba is az volt... Nekem már pedig nagyon úgy tűnik, hogy ezzel unlockoltunk egy másik endinget, így a default ending mellett. Aha, megkaptuk ugyanúgy a... Visszakaptuk az armort, és kaptunk mellé kardot is. Inseparable Sword. Aha, Fate alapú ez is. Sacred Blade. Hát ja, hol is buff konkrétan. Hát, na jó van. Igazából így konkrétan tényleg az egyetlen elvaratlan szál ez a Crumbling Farumazula maradt. De remélhetőleg a későbbiekben azzal tudunk mit csinálni. És egyébként nézzétek csak mennyire tök jó, hogy így, hogy felderítettük ezt az alsó régiót a föld alatt, így fent is eloszlott a köd, és látunk két obeliszket. Ami mocskosul jó. Szóval... Visszamegyek fejleszteni egy kicsikét, legalábbis megnézem, hogy mit lehet. Aztán akkor tűzünk tovább erre a Forbidden Lands-re. Hmm.
Ja, hát igen, 21-esnél tovább tudnánk húzni az ucsit, de a 8-as stone-t azt még hagyni akarom. Hát igen, kéne 9-es somber, de olyat nem is tudom mikor fogunk találni. Meg ide 10-es kéne, akkor... Nice greatsword. Akkor ide kéne 8-as, megint 10-es, 8-as, 8-as. Hát... Meg ide is 8-as, meg ide is egy 10-es. Tehát a Somber Stone-ból így a legvégsők 8-as, 9-es, 10-es, azok úgy jöhetnének, és akkor jó pár fegyverrel így készen fogok állni a New Game Plus-ra. Na jó van. A Forbidden Lands. Jaj. Ja, hogy itt most... Ja, hogy ez ilyen has terület, csak legutóbb ebből azért nem láttam szart se. Mert... Hát úgy még inkább köd volt. Hát most elkezdhetnék felfedezni itt is minden, de... Szerintem itt most az lenne a legcélra vezetőbb, hogy megcélozzuk ezt a Grand Lift of Roldot. Vulgár milíciások. Ahogy látom, ők rezisztelik ezt. Amúgy nekik nincs olyan sok HP-juk. Szerintem one-shotolni kellett volna. Mondjuk a plusz ilyen curse damage vagy burn damage, vagy nem tudom minek nevezzem, az, ahogy látom, teszi a dolgát. Aha, bele is sétáltam valami csapdájukba. Ó! Ezek már itt a... Anyád. Aha! Ők is ezzel jönnek, ez a megütés csökken a HP-m. De akkor ezek szerint mégse Dragon, én miért hittem azt, hogy ez Dragon? Ezt mondjuk nem értem, ezt a buffot is, Coats Armament, és akkor nem az van, hogy ezt az élmentet tudod fölnyomni, ezt a plusz élmentet tudod nyomni, hanem hogy granting special Dragon attacks. Hát, oké. Okay. A tetszenek ezek a kis fluoreszkáló vörös pöttyök itt azért, ez kurva jól néz ki. Csak... Várjál már! Ó, bazd meg! Hát ez nagyon földön túli ez a hely. Kicsikét olyan... skandináv mitológiás, Niflheim-es feelingje van. Befagyott pokol körülbelül. Amúgy ezzel... Miért is erőlködök, amikor maxon vagyok flaskával? Au. Grand Lift of Rold. Hát akkor arra fele kéne haladni.
az egy dolog, hogy lesz izém térképem, de attól függetlenül szerintem a látási viszonyaink itt ezen a területen nem lesznek jobbak. Ez kurvára tetszik itt az egész vörös és mindenség. Wow. Igen, a Beast Flow. Nyomják a Beast Flow-t, mint a kötelező lenne. Golden Seed. Most inkább nem derítgetek semmit, egyelőre csak haladni akarok. Minden ezekkel a vulgár milíciásokkal van tele. Aha, Mariska szobor. Ne! Jaj, ne! Téged nem akartalak látni soha többet, te büdös köcsök, te! Te. Fúj, de utálom a pofádat. Mondjuk jobban sebezzük. Aha, ez EOI. Jó van. Hú, bazd meg. Ebből jó ízik a srác. Smeg. Arra a tapocsásra még neked rohadtul szükséged van, te büdös paraszt kretén. Jó, én ehhez a szarházihoz hozom a Mimiktírt, vagy... Várjunk csak, Marika statue? Nem, akkor előbb buffolok. Azon gondolkozok, hogy esetleg a Holy. A Holy jó lesz ellene. Ebből most úgy is van elég. Ha nem, akkor majd kipróbálom azt a Dragont is. De nem sebezzük amúgy rosszul, abszolút. De ezt a range-et mégis hogy gondolták? Meg ezt a damage-et, bazd meg. Meg a... Van amikor késleltetett, van amikor nem. Na végre. Azt hittem, ez sose esik össze. Nem tudom, hogy náluk.
Ez szórakozik velem. Oké, ezt kerüljük ki. Mi van? Sose csinált még ilyet. Uha. 60 000. Gargoyles, Black Blades, Black... De ilyenjeim nincsenek még? Egyébként. Már nagyon sok gargoyle cuccot. Szerintem már az összes kombinációt megkaptuk így. Ami csak létezik. Ám ugye két ilyen Black Blade kindredet szedtünk le meg. Egy dupla ilyen Valiant Gargoyle párost. Kéne 7000. Ebből szerintem nem lesz meg. Még fölmegyek ezzel a Grand Lift of Roll-dal. Aztán utána, hát, itt van még ez az egész régió így, amit deríthetünk föl. Your fiend. Turn back ahead lies the land of the giant's flame and the way forth is forbidden. Hear me. The burning of the earth tree is the first cardinal sin. Doing so will unbind destined death and slay the world itself. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. You're... Jó, persze, meg van tiltva. Első főben járó bűn, nem szabad felgyújtani a nagy fát. Tehát megyünk és felgyújtjuk a nagy fát. Jaj. Wow. Jó magasan vagyunk. Jelöljük már be ezt az obeliszket. Ide látom, hogy ott van egy mauzólom. Mountain Tops of the Giants. Mountain Tops of the Giants West.
Oho! Ja, hogy igen, itt van az Earth Tree. És akkor mi itt indultunk, és igazság szerint egyébként itt... Ja, ez egy elég keskeny út volt. Majd egyszer végigjövök még itt, de... Wow. Ott is van valami fa, meg... Csak én látom úgy, hogyha itt megnézzük a széleket, hogy ez az egész lesz itt szárazföld. Már ha igen, akkor még keci sok melünk van egyébként. Na jó. Hát akkor megvan a program a következő részekre. Ó! Itt a szamuráj csávó, akivel találkoztunk. The long face. I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate. For he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri, I hope you can make your peace with that. Bocsánat, nem értem. Ki halt meg? To sacrifice something precious, the life of a fair maiden. That you would toss into the fiery forge, only so that you may be lord. What a horrible thing to put. Your ascendancy requires her sacrifice. But how would the lord, me, chosen, tarnished, and would be lord, dare to tread the path of true rigor, spare the poor girl, and singe your own flesh in her stead? If you are prepared to show resolve, and attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I, Shabriri, chosen Tarn, descend into the depths far below the Earth Tree capital. Seek audience with the three fingers. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve the girl, setting you on the righteous path of lordship, the path of the Lord of Chaos. Burn the Earth Tree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. May chaos take the world. Chosen, descend and seek audience with. Hova? Descend to the. May chaos. Chosen, descend into the depths far below the Earth Tree capital. Three fingers and the flame of frenzy. Miért van egy olyan érzésem, hogy ez is egy külön ending ennek a faszinak a questje? Na mindegy. Hát... Majd innen fogjuk akkor folytatni. Vagyis hát... Visszajövök ide. És akkor most már körülnézünk majd itt normálisan. Aztán már... Na, ez az igazi endgame. Addig is kösz szépen a figyelmet. Ja nem, még beszéljünk Melinával. Think not of the kindling. I shall see to that. All I ask of you is to make the journey to the snowy mountaintops of the giants, far above the clouds. I know. I'm asking you to commit a cardinal sin, but it must be done to reach the path beyond. And that is the path I wish to travel. What is your mind? There is something. My purpose was given to me by my mother, but now I act of my own volition. I have set my heart upon the world that I would have, regardless of my mother's designs. I won't allow anyone to speak ill of that, not even you. Okay. Na jó van. Ha jól értettem, akkor elvileg ahhoz, hogy felgyújtsuk az Earth Tree-t, fel kell áldoznunk a csajt. Hát az érdekes lesz. Na majd kiderül. Sziasztok!